A hegyvidéki önkormányzat Európai Uniós pályázaton nyert összegből energetikai fejlesztéseket hajt végre a Tamási Áron általános iskola és német nemzetiségi két tannyelvű gimnázium B épületén. Tamási Áron iskolában B épületnek teljesen energetikai felújítása el fog készülni az idén nyáron. Kicseréljük a nyílászárókat, korszerű műanyag nyílászárókra, illetve lehőszigeteljük az egész homlokzati falat 10 cm vastag hőszigeteléssel. Az energetikai fejlesztése a hegyvidéki önkormányzat közel 43 millió forintot nyert Európai Uniós pályázaton. A támogatás intenzitása 85%-os, az önrész mértéke csak nem 6,5 millió forint. Az iskolák állami fenntartásba vételét követően az épületek fenntartása továbbra is az önkormányzat feladata. Így érdekében áll az üzemeltetési költségek lehetőség szerinti csökkentése. Számításaink szerint akár 50%-kal is csökkenhet a téli időszakban az energiaköltségünk. Ezen a nyáron nem csak a Tamási Áron iskola épületének energetikai fejlesztése történik meg, hanem a zugligeti óvoda és bölcsöde energetikai fejlesztése is. Hasonlóan a Tamási Áron iskolához a külső fal vastag hőszigetelést kap, valamint itt is új hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre. A zugligeti óvoda és bölcsöde esetében is jelentősen csökkenni fog az energiaköltség, amelyhez hozzájárul a már korábban felszerelt fotovoltaikus rendszer is. Májusban sajtótájékoztató keretében jelentette be Pokorni Zoltán polgármester és Kovács Lajos alpolgármester, hogy megújul a már 5 éve működő Hegyvidék kártya program. Azóta több mint 5000-en igényelték az új funkcióval és dizájnnal bővült kártyát. Az eddigi kártyatulajdonosoknak a hegyvidéki önkormányzat postán kézbesítette az új kártyát, amely ezentúl teljesen ingyenes és korlátlan ideig érvényes. Eddig a hegyvidék kártya a kerületi elfogadó helyeken lehetett használni, illetve az LDC-nek a hálózatában. Most azzal újult meg, hogy a 200 kerületi elfogadóin túl most nem az LDC hálózatában, hanem a multipont teljes hálózatában lehet használni, ahol pontokat lehet gyűjteni és pontokat lehet beváltani. A megújult hegyvidék kártyával jótékonykodni is lehet. Ha valaki az Istenhegyi úton vagy a Mészáros úton tankolja meg autóját és rendelkezik hegyvidék kártyával, literenként 5 forintot írnak jóvá egy nemes cél érdekében. A 12. kerületi gyermek ifjúsági fogászati rendelő számára fogászati sterilizátor és kézi eszközök vásárlását lehet támogatni, vagy a Fekete István általános iskola számára ritmus hangszerek vásárlását, valamint autista és Asperger szindrómás gyermekekkel foglalkozó egy másik út tanácsadó és terápiás központ számára szociális és kommunikációs készségfejlesztő eszközök vásárlását lehet támogatni. Hogy kihez jut el az összeg, arról a kártyatulajdonosok dönthetnek szavazással augusztus 15-e és szeptember 15-e között a www.hegyvidékkártya.hu weboldalon a szavazás menüpont alatt. A hegyvidék kártyát lehet igényelni online a hegyvidék kártya weboldalán, vagy személyesen a hegyvidék önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint a többet tehet, mint gondolná programhoz kapcsolódó benzinkutakon az Istenhegyi úti és a Mészáros úti töltőállomásokon is. Gyógytornakezelést végeznek a Szent János Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán. Ez a hölgy egy súlyos gerincbetegség miatt néhány éve járni sem tudott, ágyhoz volt kötve. A folyamatos kezelések hatására azonban látványosan javult az állapota. A Szent János Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán évente 700 hasonló problémával küzdő beteget kezelnek. A betegek számára mostantól még kedvezőbb körülményeket biztosítanak az osztályon. Az elmúlt egy év fő újdonság az a második emelet kialakítása volt. Ez a további 20 ágyat jelentett, addig 40 ágyas volt az osztály. A második emeleten is kialakításra került egy tornaterem, ezen kívül a masszőr számára egy helyiség. A földszinten van még ergoterápia, pszichológia, fizikoterápia. Emellett pedig hamarosan már hidroterápiával is segítik a betegek felépülését. Az ehhez szükséges multifunkcionális kádat már meg is vásárolta a kórház. Rövidesen ezt is üzembe helyezik. A fejlesztésekhez szükséges pénzt pályázati forrásokból és önerőből biztosította az intézmény.